Oh, so city, que rico, papi. Welcome back. Nem mi van veled? Nekem gyanúsul itt van. Mi? Majd fel, nem, rumot fel. Mondd meg te, hogy még kóstoljuk ezt, amit kóstolom. Mamboleo, mamboleo. I don't know. Rum lesz. Rum lesz. De várj, várj, a Gypsy Kings az nem brazil. Nem tudom. Az rum lesz. Nem baj, de jó kis rumot kóstolunk. Free your mind, and your heart will follow. Hova kerültem én? Hova kerültem én? És még csak most én a java. Így, így. Sziasztok! Hello! Latin! Jó kis Latin. Kolumbiai rumot! A diktátornak a 20 évesét! Oh, elnézést, hogy az elnézést, hogy az előző videóban beharangoztuk már, hogy a Zárdbegnek a 10 évesét fogjuk kóstolni, de kiderült, hogy Szabinának megy a repülőgépje, és igazándiból nem engedhetjük úgy el őt útnak, hogy ne legyen félig bebaszarintva a repülőgép. Ne legyen egy rumos kis valami. Hogy fog így... Kolumbiai! Hogy fog így zacskót kérni, hogy ne kelljen egy bumágát kérnie a repülőn, amiből bele tud rokizni. Free your mind and your heart will follow. Szóval a rumos diktátor. Produced in Cartagena, in India. Cartagena, señorita! Una margarita, por favor! Ezt a gyönyörű rumot, remélem, hogy egy gyönyörű rumba szaladunk bele, is meg lehet költséghatékony módon kóstolni, ugyanis lehet kapni ilyen kis minibe. Akkor mondjam azt, hogy bocsad már! Basszunk a lövök közé, így van. Meg poharakat ide. Hova basszunk? A lovak közé. Nem ezt mondom, lövök közé. Hát jó van, mert ragad a nyelven, bazd meg, a múlt héten annyi grammonnyiért megittunk, hogy még ezen a héten is érzem a hatását. Hogy most már akcentussal beszélsz. Nem mondtad még, hogy mi ezt kóstoljuk. Rum, diktátor. Ha nem is akarod, jó van, akkor... 40 fokos. Szerintem a mosoly mindent elárult egyébként, csak hogy kíváncsi... Tetszik neki az üveg. Kíváncsi voltam, milyen egy kolumbiai rum. Mindjárt megtudod. Én a kolumbiai nyakkendőt tudom, hogy milyen. Nem is hallottam, amikor a kolumbiai nyakkendő. Hát amikor átvágják a torkod, azt kihúzzák a nyelvet. Ó, te hülye. Na jó van. Ennyi kapsz még. Jönnek? Óvatosan, ja, megindultak szépen. Neked jó? Nézd meg, nálam semmi, bazd meg. Mit szoktál erről mondani, mert szar a poharad? Szar a poharam. Na nézzük bele! Fú! Mély barna illatok jönnek, tehát ilyen kakaós kávés illatok. És egy pici kis hordós illat. Érződik a rumillat rajta, de nem az a tipikus rum. Nem. Rumillat, de ez olyan kis kávés, hordós, kicsit ilyen mélyebb illatok. Az az émeítő gumisság, ami nálam a rumnál időnként meg szokott jelenni, nyoma nincs. Tehát nem egy sütő rum illata van, az biztos. Húzod, hogy kemény az alkoholt. Akkor lehet már bele kóstolni? Mindig szaglásszuk. Hát, hogyha akarsz valamit még mondani róla, mondjál még valamit. Tehát valamit még kell mondanod. Az első szaglásra kicsit a Baileysnek az illata. Ez sokkal tényleg erősebb. Belefér. Baileys illata. Belefér a Baileys. Kicsit az a kávés. Ez a kávés, igen. Az a krémes illat. Igen, simán belefér. Gyengén. Na, lehet benne. Nem szabad így mindjárt neki rögtön a vedelésnek. Persze azért nem a rossz az, de... Na, basszom bele. Hát túl sok utóicét nem érzek. Mármint ami azt mondanám, hogy ilyen... kimagaslóan... Nem? Nekem mikor... megittem, nekem először egy ilyen kicsit citrusos, friss íz jött. De mikor lenyeltem... Utána jöttek elő ezek a mélyebb, karakteresebb ízek, ez a kávéíz, ez a picit édes, én sokkal édesebbnek gondoltam. Sokkal, bazd meg! Mint amit mondtad. Sokkal! Nem? Te nem vártál egy édes valamit? És utána... Nem édes, bazd meg! Utána, amikor lenyeltem, akkor jött jobban az alkohol. Picit kaparós, kicsit alkoholíz. Mint a pálinkának a vége. Hasonló. És mondom, inkább kávés, kicsit kesernyésebb, mint annyira édes lenne.
És mondom, amikor először beálltam, az a kis mint egy kis citrus íz lett volna. Cukor nélküli kávé. Cukor, mint a cukor nélküli hát kávé. Nem. Abból, amiből kiindultam, amit vártam, mert hát azért kóstoltunk már egy 3-4 fajta rumot, én egy édes valamire számítottam, és az, bazd meg, egy cukor nélküli kávé. Tehát teljes kávésság megvolt, viszont üres volt, teljesen hiányoltam belőle az édességet, bazd meg. Vagy ugye már cukor, tudod, mint ilyen vidéki lakodalmakban szokták ezt az égetett cukorból ilyen különböző ilyen rettenet csinálni. Én ezt nagyon nem szeretem, és egy kicsit hasonlít az íze erre. Nekem azonban. Már mind, inkább azt mondom az illata, már mind, nem az íze. Mármint édesség szempontjából. Inkább neked, az illata, igen, de nem az íze. Neked szabad... Mert nekem az, hogy a végén teljesen ez a pure, ez a teljes tiszta alkohol éreztem a végén. Nem, nekem az alkohol az nem volt meg, de nekem totális hiányérzetem van. Nekem hiányzik belőle az édes. Mielőtt kimondtad volna a kávét, nekem az étcsokoládé volt meg. Uh-huh. Az is benne lehet. Az Insolentból kiindulva, emléksz az Insolentre? Hát ez egy gyönyörű kerek, olyan valami volt, hogy azt a kibaszott kurva életben. Abban nem hiányzott semmi. Ebből nekem most az édes nagyon. Csöppentsünk. Uh-huh. Ja. Most jön nekem elő a tipikus rum illat. Nekem nem, nekem meg... Mert az a kávéság mögött most előbújt a rum illat. Nekem ugyanaz az aromavilág van, mint az előbb volt, annyi egy kicsit felnagyítva, viszont meg is hígult egy picit, tehát nem olyan intenzív, nem annyira tömény. Te hogy látod? Hát még mindig azért érzem ezt a jó erős alkoholt benne, de... Te rajtam retezzen az alkoholon? Igen, mert amit beleszagolok egyből, az érinti meg az oldalmat először, és aztán a... Csak egy spiritről beszélünk. Egyáltalán nem érzem, bazdmeg. Te érzed benne? Kicsit proci alkohol illat van benne. És mondom nekem, hogy így a kávéság mellett... És megint egy kis tipik rum illat is. És ez a hordóság mellett talán ez a fásság is ott megjelenik. Ez a krémes kávés tényleg És attól félek. És azért gondoltam azt, hogy esetleg édes lesz én is. Igen. Kemény. Étcsokoládé, mint az kurva anyóan étcsokoládé. Ennek még most jött ki úgy igazán az íze, nem? Sokkal rumosabb ízt vártam. Megvan, az aromába ott hátul megvan, de alapvetően ezt a keserű, kesernyés... Inkább az dominál jobban, mint maga a rum íz. Így csokoládé, kávé cukor nélkül, kakaópor ízesítés nélkül, vagy egy cukor nélkül. A kis tipikus vaníliásság. Megvan. Tízes skálán egyes, bazd meg, a vaníliásság. A hordó íz is megvan. Én azt hittem, amikor kóstoltuk a dompapát, hogy az ott az alja. Ott az alja. De a dompapa egy abszolút teljesen más ízvilág. Teljesen más ízvilág. De én azt hittem, hogy a rumokat, amennyire tetszettek az első rumok, és örülök is neki, hogy az első rumokat olyan faszák voltak, amiket kóstoltunk, Diplomatico, Dictator, Insolent, Eldorado 12, azok úgy röppentek. És a Dictator Insolentből kiindulva rohadtul nem ezt vártam ettől. Bazd meg, ez... Nekem határozott véleményem van, de mondja először Szabina, hogy ő hanyast adna rá. Egy hármast adok. Neked? Mondtad csak. Három. Én a háromra gondoltam, az is kezdtem úgy, hogy nem gondoltam azt, hogy a dompapától lesz lejjebb. Ez bazd meg, ez lejjebb van. Ez egyszerűen bassz meg, ezt nem tudom ajánlani. 4-5-ösen gondolkoztam, mert nekem egy picit tetszik az, hogy nem annyira édes, mint a rumok általában. Viszont azért kap 3-as tőlem is, egy 20 évesnek nem ilyen. Nem ám, bassz meg. Hát ahhoz képest, hogy ez egy 20 éves ital, vagy elképzelhet, hogy ebben a diktátorban 20 évesnek ilyenek kell lenni, mert ezek szerint ilyenek kell lenni. Csak ennyire a rumok kategóriában nem a mi ízvilágunk. Tehát, hogy az a kis kávés, kicsit fanyar, nem túl édes, nem az annyira tipikus rum íz. Szóval lehet, hogy ez a Dictator ezt képviseli? Nem tudom, de nekem nem tetszik.
És ezt nem tudom ajánlani, tehát például egy kezdő rumos ezzel meg se próbálkozzon. Meg se próbálkozzon, mert a büdös kurva életben nem fog semmilyen rummal próbálkozni, mert ez alapvetően, ha csak nem valami nagy ínyenc rumosról van szó, ez szerintem a szar kategóriába tartozik. Jó, hát bepontoztuk, elmondtuk egymásnak. Mondj egy szakvéleményt róla. Fos. Jó. Na, kezd azzal, hogy szín. Szín. Szegedi ifjúsági lapok. Nem is mondanék többet róla. Illat. Könnyű, karamell, vanília, 10-es skálán 1-es, amit mondtam. Füstös méz, anyádat. Tejkaramell, szárított magok, pörkölt kávé, gazdag, kerek, tölgyes jegyek. Bazd meg, ez szinte majdnem minden ott volt. Úgyhogy mínusz cukor. Tehát melyik illatban az ott van. Akkor mondj egy olyat, hogy íz. Íz! Könnyű, letisztult, kerek, ugyanakkor mély és büszke is. Büszke. Csodálatos. Karamell, vanília, kakaó, és pörkölt méz. A faszom az a pörkölt méz. Nem tudom. A kakaó vagy kávé az igen. Tehát ez minden igaz, tehát az, hogy letisztult, igen, tehát kitisztították benne az összes cukrot, kerek. Hát olyan kerek, hogy el kéne innen gurítani a picsába, bazd meg. De karamell, vanília, kakaó, tehát ezt úgy képzelem el, hogy a vaníliapor, a kakaópor, és akkor így beveszed, és rájössz, hogy basz meg, ez milyen szar cukor nélkül. Uh-huh. Tehát körülbelül ez volt. Úgyhogy igazándiból senkinek nem tudom ajánlani. Nem olyan mondom, ez a véleményem bazd meg, hogy ezt kezdőrumos meg se kóstolja, nagy rum szakértők kóstolják meg, és mondják el véleményeket róla. Várom a 12-est, hogy milyen lesz a 12-es. Ez az Insolentből kiindulva ez most egy rakás szar volt, bazd meg. Én azért nem mondom, hogy a kesszart. Nem, te csak azt mondom, egy hármast. Ennyi, tehát nem izzett annyira. Semmi elfogultság. Nem izzett annyira, viszont nem az a tipikus rumízó, hanem az a kicsit kávés, kicsit kesernyésebb. Jövő hét csütörtökön találkozunk. Sajnos Szabina már akkor nem lesz velünk, ugyanis repül Máltára. Újra kiküldetésben lesz. Igen. Jövő évben ugyanitt. Ennyi. Jövő héten mivel jövünk? Az Artbag-nek a 10 évesével. Hol van? Szuper jó. Ővele fogunk érkezni. Akkor jövő hét csütörtök. Sziasztok. Ciao.